Szoros mérkőzésen 1-0-ra legyőzte az FC Nagykanizsa az Eto Akadémiát. Gombos Zsolt együttese nem várta túl jó előjelekkel a vasárnapi találkozót, hiszen több kanizsai játékos is sérüléssel bajlódott. Ráadásul az elmúlt fordulókban a csapat védekezése is hagyott kivetni valót maga után. A gárda azonban masszív játékot mutatott, és némi szerencsének is köszönhetően Kószás Krisztián góljával múlták felül a győri fiatalokat. A két csapat győri találkozóján 3-2-re az akadémisták nyertek, úgyhogy fél időben még a dézalaiak vezettek 2-0-ra. Volt tehát miért visszavágnia az FC Nagykanizsának. A találkozót jobban kezdték a vendégek, de 10-15 perc után kiegyenesedett a Kanizsa. Az első játékrészt nem hozott komolyabb lehetőséget, a második fél idő a legutóbbi három fordulóhoz hasonlóan ismét kanizsai hibával kezdődött, aminek ezúttal büntető lett a vége. Szabó Lőrinc zár vissza, Szabó még, odabök Kovács, 11-es. A 11-eshez az Eto NB2-es csapatában, a most futó szezonban kétszer szerepet kapó Sipőc Bence állt. Sipőc, megvan Borsinak, sőt, ki se jön róla. Borsi Bence legutóbb decemberben az Érd ellen kapott kezdőként szerepet, ezúttal az ő bravúrja is nagyon kellett a győzelemhez, hiszen a kivédett büntető után új erőre kapott a Kanizsa, több nagy lehetőséget kialakítottak a piros-kékek. Kovács két ordító zicserben is hibázott, először egy mintaszerű kontratámadás végén. Kovács! 4-4-ben most az akció. Szabó Patrik, János kéri, vár egy ütemet Szabó Patrik, János visszakapja, elesett mellőle Sipőc. Üresen van török zicser, töröklő! Ott van még a Kovács fölé lövi a kipattanót 4 méterről. Majd egy szerencsésen pattanó labda után. Kószás. Élesen török! Lövés! Szabó Patrik lő! Nagy védés! Ott a kipattanó! Ismét Kovács! És ismét kimarad. A kanizsai nyomás végül 78. percben érett góllá. Kollár. Nem rossz a beadás, ott a kipattanó, ott a helyzet, Kószás! A hátralévő percekben mezőnyfelénybe került az Eto, de igazán komoly lehetőséget nem tudtak kialakítani a zöldfehérek, így maradt az 1-0. A mérkőzés után Király József, a vendégek vezetőedzője kiemelte, nem lehet elégedetlen, mert csapatának megvoltak a lehetőségei a győzelemre, fiatal játékosai pedig sokat tanultak ebből a párharcból. Gombos Zsolt, az FC Nagykanizsa trénere szerint a sokat gyakorolt védekezésük végre rendben volt, ami miatt dicséret illeti a csapatot, a támadó játékon azonban még van mit javítani. A következő fordulóban a kiesőjelölt Sopronhoz utazik az FC Nagykanizsa.